Szevasztok, Petőlök és az AVA Group Media csatornát nézitek. Kis programváltozás, ma nem a partleu felvételével kezdünk, hanem lekaparjuk a falakról ezt a forgácsos, úgynevezett Raufaser tapétát. Jó kis feladat, majd meglátjátok. Illetve a kíváncsiak kedvéért ugye így néz ki a setup, mivel odakint most borult az ég, nincs annyi fény, ezért fő vannak állítva a stúdiófények, amikről ugye beszéltünk, hogy itt lesznek majd fönn a mennyezetre föl eszkábálva, illetve így fogunk ülni végig ezen a statívon, és ide van ragasztva egy powerbank, egy 50 000 mAh-s powerbank, hogy legyen elég áramja a kamerának az egész sztori felvételéhez. Úgyhogy csapjunk bele! Az első lépés az, hogyha ilyesmit csináltok, hogy ugye le kell szerelni a falról az összes konnektort, kapcsolót, dugajt, egyebeket, azért, mert ugye a tapéta az alatta és alatta van, és úgy könnyebb haladni. A másik az, hogy mivel majd vizezni fogunk, most meg tudom mutatni, ezen a falon nagy szerencsénk van, mert ugye nincsen rajta semmilyen konnektor, de mivel vizezni fogjuk a tapétát, ezért érdemes kikapcsolni az áramot is, nehogy víz menjen a kapcsolóba vagy a dugajba, és akkor megvassíthat titeket az áram. És akkor esünk is egyből neki, tehát mint mondtam, be kell vizetni a tapétát, és utána egy spaklival elkezdjük lekaparni azt a falról. Jól bevizezzük a tapétát, és utána a spaklival elkezdjük kapargatni. Na és aki elhitte, hogy tényleg így csináljuk, az a rossz csatornát nézi, mert mi professzionálisan fogjuk ezt a dolgot megoldani. Első körben kell egy úgynevezett tapéta tigris, vagy más nevén tapéta sün. Így néz ki a tapéta tigris, vagy más nevén tapéta sün. Körülbelül 15 euróért lehet vásárolni bármelyik Baumarktban. És az a lényege, hogy ilyen nagyon hegyes tüskékkel rendelkezik, amivel kiperforáljuk a tapétát azért, hogy a nedvesség, amit majd rá spriccelünk, az könnyebben bemenjen a tapéta alá, és föloldja a ragasztót a tapéta alatt. Megmutatom, hogy hogy megy. Mindig megfelelő nyomást kell gyakorolni, de vigyázni kell, nehogy annyira rányomjátok a falra az eszközt, hogy a vakolatot is összerúgassátok, mert akkor letelhetetek az egész falat újra. Gyertek egy kicsit velem, és nézzük meg, hogy milyen lett. Tehát szinte messziről is elég jól látható, hogy ilyen lukakat csináltunk, de csak a tapétába. Megpróbáltuk nem szétjuggatni a vakolatot is alatta, és ennyi volt ez a rész mára, nem vicceltem. Most megmutatom, hogy mivel fújjuk be a tapétát. Ahhoz, hogy feloldjuk a tapétát ragasztót, ahhoz tapéta eltávolító aktív oldatot használunk. Ebbe az 5 literes bármilyen Baumarktban kapható tartályba Egy negyed litert kell hozzáadni, ugye mert 10 literhez fél litert, tehát 5 literhez negyed litert adunk hozzá, és most ezzel befújjuk az egész falat, meglehetősen bőnyállal. Hogyha olyan parkettátok van, amire még szükségetek van, nem akarjátok tönkretenni, mindenképpen takarjátok le a padlót, mivel én ezt a parkettát ki fogom dobni, ezért engem ez most nem érdekel. Jó bőnyállal befújjuk a falat ennek az oldatával. Sose felejtsétek el jól összekeverni az oldatot. Közelről súrlófényben egész jól látszik, hogy hol szívta már be, és hol kell még fújni egy kicsit. Hagyjuk a szert hagyni, akarom mondani, hatni. Na hát, eltelt a 10-15 perc, nézzük meg spaklival, hogy mire jutottunk ezzel a csoda tapéta oldó szerrel. Még nem elég, úgyhogy adunk még neki a szerből. És várunk még 10 percet. Eltelt újabb 10 perc, nézzük meg, hogy most hogy sikerül. Működik. Jó, úgyhogy most nézzük, hogy lehúzom a tapétát, illetve ha nem akar nagyon lejönni, ott még adunk neki egy kicsit az oldalból, valamint egyet elfelejtettem mondani, hogy ha nem akarjátok, megnézzük is lehúzni a tapétát, mint ahogy én, érdemes késsel végigvágni, vagy legalább spaklinak a sarkába végigvágni a tapétán lévő tapétát. A mennyezeten lévő tapétát és a falon lévő tapétát a sarokban, hogy nehogy ne jöjjön a mennyezetről is. A kamerát fél úton kikapcsolt, de egész szépen lejött, meg közben adtam neki még egy réteg oldót, hogy a kis papírdarabok is mind szépen lejöjjenek. Várunk egy kicsit, hogy hasson. Jó, várunk megint 10 percet, és akkor toljuk tovább. Hát ennyi a produkció. Természetesen festés előtt majd még le lesz csiszolva az egész fal, megszállnak, hát ott van az összes többi fal, tehát ennek a szobának a 4 fala, amit ugyanígy le kell majd kaparni, úgyhogy relatív gyorsan megy, nem egy gyors munka, eléggé fárasztó és mocskosul mocskos, de hát meg kell csinálni. Na, úgyhogy kívánok nektek is sok szerencsét a művelethez, találkozunk legközelebb is, szevasztok! Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg ismerőseitekkel ezt a videót. Találkozunk legközelebb is, szervusztok!